Zöld határ, sokan menekülnek a háború és a sorozás elől Ukrajnából Magyarországra. Kadét program, Márújfehértón is lehet csatlakozni a Szent István gimnáziumban. A csendes gyilkos egyre többször van riasztás szénmonoxid mérgezés miatt a vármegyében. Folyamatosan érkeznek a háború és a sorozás elől menekülő fiatal férfiak Ukrajnából Magyarországra. Általában a zöld határon lépnek be a vármegyébe, ahol a rendőrség és a karitatív szervezetek segítenek nekik. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Lónyánál is nagyon sokan lépnek be illegálisan Magyarországra, azért használják a zöld határt, mert a hatályos törvények szerint a katonakorú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát a háború miatt. Akik a legális útvonalat használják, azoknak gyakran 5-6 órát kell várakozniuk a határon. Csak egy rozog a tábla jelzi a lónyai töltésnél az államhatárt Magyarország és Ukrajna között, ez az úgynevezett zöld határ. A közel 40 fokos hőségben csendes a terület, de éjszakánként mai napig nagy a mozgolódás. Több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, és bár a kezdeti menekült áradatról már nem beszélhetünk, a zöld határ most is népszerű. Ukrán részről még mai napig létezik egy szöges drót rendszer, ami megmaradt a boldog békeidőkből, és aki nem tud a határátkelő helyeken átjönni és legálisan belépni az országba, azok itt próbálkoznak több-kevesebb sikerrel. Amikor megindult az egész roham, akkor napközben több mint 6-800 ember, sőt volt olyan nap, amikor 2800 is megfordult ezen a segítségponton. Ma ez egy kicsit visszaesett ez a forgalom, tehát napközben nem sok embert lehet itt látni, viszont éjszaka megmozdul az élet, és ugyanúgy ügyeletet kell tartanunk, mert csak egy telefon, hogy 6-8-10 ember lézeng a segítségpont előtt, és akkor jönnünk kell ellátni őket. Tehát ők a zöld határon jönnek, ez azt jelenti, hogy szöges dróton, vizen, tehát mindenféle természetakadályokon keresztül. Vannak, akik már évekkel ezelőtt áttelepültek Magyarországra, de az Ukrajnában maradt családtagok miatt rendszeresen átjárnak. A határon való átkelés azonban nem egyszerű. Rengetegen akarnak átfele jönni, hát a háború miatt jönnek. Egyik szökik elfele, mert hogy viszi elfele kata, a másik üdülni, hát nem is tudom még, hogy na, hát csak ezt tudok válaszolni. A sorban meg hát állunk 5-6 óra hosszát. Többek között ezért sem mindenki a hivatalos, legális határátkelőt választja. Vannak, akiket hallottam, ki zöldön jön, hát annak se könnyű. Most egy hónappal ezelőtt volt Nagy-Dobronyból itt egy fiú, Szanyi. Elindult februárba, akkor megfogták őt, tehát a zöldön bevitték, nagyon megverték, elvett mindeneket, már papírjait. Június így volt, mert én is itt szoktam lenni, és van úgy, hogy a tanáka, és nem tudta a szülei, hogy elindult, és azt mondta, ha sikerül, ha nem. És sikerült neki zöldön átjönni. Hát én is írtam, mert amúgy én is onnan való vagyok, és azért, csak a szívem, hát egy 21 éves fiú, belegondoltam, hogy nem sokára, ha viszük az enyém is, lenne, és azért jó, ha van egy kis segítség. És tudom, nagyon-nagyon el volt vizes, sáros, szomjas, és mondtam neki, hogy mondom, apu, anyu, nem, mert azt mondja, anyu nem bírta volna ki, hogyha még egyszer megfogtak volna a zöldön. Inkább nem mondtam semmit, benne volt, hogyha megvan, akkor tudom, hogy rögtön a halsztére visznek. Ő tovább ment Budapestre. Akik a fiúhoz hasonlóan zöld határon jönnek át, a besorolás elől menekülnek, szeretnének távol maradni a háborútól. A többségüknek van kapcsolata Magyarországon, Szlovákiában vagy Csehországban, ahova tovább tudnak menni dolgozni, ha átjutnak. Hiszen az ukrán határőrizeti szervek és a magyar rendőrség is igyekszik megállítani az illegális határátlépőket. Itt hőkamerával követik most már nyomon a hatásában való mozgást. Ha mégis sikerül valakinek átjutni, akkor mélységi ellenőrzésben belefutnak a járőrbe. Igazoltatják őket, amennyiben magyar okmányokkal rendelkeznek, tehát kettős állampolgárról beszélünk, vagy magyar állampolgárról, ővelük a rendőrség már nem foglalkozik. Viszont aki csak ukrán okmányokkal rendelkezik, őket Nyírbátorba az idegenrendészeti
szálláshelyre viszik, és ott megkapják a tartózkodási engedélyüket. Akik pedig a határátkelő helyen érvényes dokumentumokkal érkeznek Lónyára, azokat továbbra is várják a művelődési házban kialakított segítségponton. Ugyan nem lesznek rögtön katonák, de már középiskolás korukban megismerkedhetnek a katonai hétköznapokkal azok a fiatalok, akik jelentkeznek az újfehértói Szent István gimnáziumban induló kadét programra. Az intézmény már a 9. a vármegyében, amely együttműködik a honvédséggel. A szerződéskötésen az iskola néhány tanulója is jelen volt, bár ők nem vehetnek részt a kadét programban, mivel az csak a jövő évben, a 2024-2025-ös tanévben indul felmenő rendszerben. Ennek ellenére a legtöbben jó lehetőségnek tartják az újszerű képzési formát. Úgy hiszem, a Honvéd kadét program remek lehetőség az itt élő diákok számára. Bár én végzősként már nem vehetek részt a programban, bár remélem, hogy rengetegen választják majd a képzést és az iskolákat, hiszen itt rengeteg csodás élményre, illetve tudásra tettem szert. A Szent István Gimnázium Újfehértó egyetlen középiskolájaként működik, az általános tagozat mellett emelt informatika, valamint emelt angol és német tagozattal is várják a tanulókat. Bár a működés stabil, a pedagógus létszám megfelelő, a kis létszám osztályokban hatékony a munka, az intézmény vezetés szerint a fiatalok helyben tartása érdekében folyamatos fejlődésre van szükség. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert két nagyváros között helyezkedik el Újfehértón ugye a gimnázium, és nagyon nehéz fölvennünk a versenyt a nagyvárosok gimnáziumaival, úgyhogy öröm számunkra, hogy ezzel is bővíthetjük a kínálatunkat a helyi diákok felé. A magyar kormány 2017-ben vezette be a Honvéd kadét programot, amely mind a honvédség, mind a képző intézmények szerint egyre népszerűbb hazánkban. Jelenleg több mint 7000 kadét tanul Magyarországon, számuk egyre nő vármegyénkben is. A KOSZISZ Szent István Gimnázium a 9. szabolcsi iskola, amely csatlakozott a kadét programhoz. A Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett programban tanulmányátlagtól függően, ahogy emelkedik, ugye 3,5 és átlag fölött, ahogy ez a szakképzésben is megállapításra került, ösztöndíjban részesülnek a kadétok. De a tanórai a honvédelmi ismeretek oktatásán túl a következő szinten már a szabadidős tevékenységben gyakorlatilag olyan értékeket kapnak, amelyeket nem csak a katonai pálya során tudnak használni, alkalmazni, hanem civil életükre is vonatkozhatnak ezek a képességek. A bajtársiasság, a fegyelem, a pontosság, a közösségért való tenni akarás nem csak a kadétprogram alapjaiban jelenik meg. Ezek a Kolping Oktatási Intézmények központi célkitűzései is a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció mellett. A Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezetben 13 iskola működik, ebből Szabolcs vármegyében 2, egy általános iskola Pócspetriben és a Szent István Gimnázium Újfehértón. Újfehértó a gimnázium, egy szem gimnáziumunk a rendszerünkben, és azt gondolom, hogy az országnak egyébként is olyan pontján van, ahol fontos az, hogy olyan minőségi oktatást tudjunk helyben biztosítani az itt élő fiatalok számára, ami nem csak a tudás tartalmában, hanem a kolpingos szellemiségben is készíti őket az életre. A mai alkalom ehhez egy, ha szabad úgy mondanom, fűszer, hiszen a kadét program az egy kiegészítő lehetőség, illetve egyfajta új területet nyit meg a gyerkőcök számára. Az újfehértói gimnáziumot 1961-ben alapították. Működtetője 2008-ig a város, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat volt. 2012. szeptemberétől tartozik a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet irányítása alá, amely célja a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás, a családi életre való nevelés és a közösségi szerepvállalás erősítése. Bővítette a termelési kapacitását a Mátészalkai MOM ZRT, a mérőszerkezetek gyártásával foglalkozó cég új raktárcsarnokot épített, és több új eszközt szerzett be egy uniós program segítségével. A vállalat elsősorban exportra termel, de a hazai piacon is jelen van vízóráival. Áll a fém polcrendszer a MOM ZRT Mátészalkai telephelyén. A cég mérőeszközöket, többek között vízórákat gyárt. Most nagyobb raktárterületen tudnak dolgozni. Az uniós beruházás része volt az is, hogy új gépeket vásároltak. Ezen felújítottunk teljesen egy 600 négyzetméter raktár, ami
rektár volt, de most már nem rektár, hanem termelés. Ott szoktunk csinálni, tervezni és csinálni a mérőfelújítás. Vettünk fröccs gépek, automatizáltunk is ilyen szereldé folyamatokat, mert így az fontos, mert hatékonyabban tudjunk dolgozni, és így fejlődünk, és akkor tudjunk több termékek is gyártani. Kemence is vásároltunk, ami a fontos, amikor szerelvényeket kell festeni, vagy vízmérőházak, és akkor ez ilyen automata kemence, ami nagyon segít nekünk. Az elmúlt időszakban a cég folyamatosan fejleszti tevékenységét, amelyre csaknem 1,8 milliárd forintot fordított. A mostani beruházáshoz csaknem 270 millió forint támogatást kapott. A vállalat elsősorban a külföldi piacra dolgozik. Több mint 80% az exportra megy, természetesen itt Magyarországon, mint egyedi vízmérőgyártó, akkor természetesen mi vagyunk a legnagyobb, de a több mint 80% exportra megy, inkább Nyugat-Európa, de akár Afrika és Dél-Amerika, Ázsiába és Kínába is szállítunk mérők. Hát majdnem egész világon. Magyarországon pedig egyedüli cégként készít vízórákat. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a MOM ZRT 2023-ra 10 milliárd forintos árbevételre számít, és a következő években is dinamikus fejlődést tervez. Az elmúlt hetekben szinte nem telt el úgy nap, hogy ne jött volna hír szénmonoxid mérgezésről. A nyári időszakban a Vármegyében 17 ilyen riasztást kaptak a tűzoltók. A szakemberek azt javasolják, hogy még a fűtési szezon beindulása előtt mindenki ellenőriztesse a fűtőberendezéseit. Néhány ezer forint minden háztartásban szükséges és életet menthet. A szénmonoxid jelzők nem csak a téli időszakban elengedhetetlenek. Az elmúlt hónapok extrém meleg napjaiban több alkalommal vonult a katasztrófavédelem amiatt, hogy a műszerek a gyilkos gáz koncentrációját jelezték. Januártól augusztusig 30 helyszínre riasztották a tűzoltókat a térségben. Az esetek több mint fele a nyári kánikulában történt, amelyeknél a nyílt lánggal égő fűtő tüzelő berendezések okozták a problémát. Ezek a készülékek ugyanis az égéshez szükséges oxigént abból a helyiségből nyerik, amelyben telepítették azokat. Augusztusban több alkalommal találkoztunk a kánikulával. Ezen időszakon belül gyakran előfordul az a különleges jelenség, amelyet úgy hívunk, hogy légdugó. Tehát a kéményekben a nyomáskülönbség lecsökken, a környezeti hőmérséklet magas, nincs megfelelő húzathatása a kéménynek, és előfordul ilyenkor, hogy visszaáramlik az égéstermék, és az égéstermék között ott van ugye a szénmonoxid is, és ilyenkor ugye előfordul az, hogy akár személyi sérülés is bekövetkezik. Rendszerint most már rendelkeznek a lakások szénmonoxid érzékelővel, és az elmúlt időszakban, a nyári időszakban 17 esetben kellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kivonulni a tűzoltóknak szénmonoxid érzékelő bejelzése miatt. A jelzőműszer beszerzése nem jelenti azt, hogy biztonságban tudhatjuk otthonunkat a szénmonoxiddal szemben. Fontos a tüzelő berendezések rendszeres felülvizsgálata, a szellőzés biztosítása és a kémények szintén rendszeres ellenőrzése is. A katasztrófavédelem munkatársai arra hívják fel a figyelmet, hogy ezeket a feladatokat még időben, a fűtési szezont megelőzően végeztessük el a megfelelő szakemberekkel. Társasházak esetében kifüggesztik a kéményseprő szakemberek, hogy mikor fognak érkezni, tehát itt különösebb teendője nem lesz a kéményen rendelkezőnek, hiszen annyi esetleg, hogy fogadnia kell. Arra viszont felhívjuk a figyelmet, hogy egy lakásos, rendszerint családi házak esetében az ott élőnek lesz a felelőssége, illetve neki a feladata az, hogy felvegye a kapcsolatot a kéményseprőkkel. Ez több csatornán lehetséges, telefonon, írásban, és megtörténjen a kéményseprő kiérkezése. Fontos, hogy a szénmonoxid jelzők élettartamát is szem előtt tartsuk, ami általában 5 év. A készülékek beszerzése előtt pedig érdemes tájékozódni, ebben a katasztrófavédelem honlapja is segíthet. Itt található ugyanis a műszerek pozitív és negatív listája, ami alapján eldönthetjük, hogy milyen típusú jelzőt érdemes a polcon hagyni, vagy megvásárolni.
Négy személyautó csúszott össze hétfőn este Nyíregyházán a Kótai útról, szeretett volna balra befordulni egy autós, aki megállt, hogy elengedje a szemből jövőket. A kanyarodni készülő autó mögött két jármű megállt, de egy harmadik nem tudott és beléjük rohant. Az ütközésben mind a négy autó megsérült, az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Pénteken és szombaton rendezik meg a Sitkó Ernő emléktornát a házigazda Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mellett. Három A-csoportos együttes, a Deac, a Honvéd és a Kecskemét lép pályára a Continental Arénában. A kék cápák jelentősen megfiatalított kerettel vágnak neki az új szezonnak. A csapat szeptember 22-én játssza első bajnoki mérkőzését az NB1B piros csoportjában. Jelentősen átalakított idegen légiós nélküli játékos kerettel és új vezetőedzővel tartotta megszokásos idénnyitó sajtótájékoztatóját hétfő délután a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A vezetőség az NB1 átcsoportjából való kiesés után arra törekedett, hogy a megtartott játékosok köré fiatal, tehetséges magyar kosarasokkal bővítse és erősítse meg a keretet. A tervek tehát hosszú távra szólnak, Mohácsi Máté a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője ugyanakkor bízik benne, hogy a csapat már az első évben harcban lesz a feljutásért. Nagyon nehéz még konkrét célokról beszélni, hiszen 7-8 új játékos, új vezetőedző, új szakmai igazgató van, de a létesítmény, a körülmények a csapat között azok stabilak és biztosítottak. Én bízom abban, hogy komoly esélyünk lesz visszajutni már első évben, de emellett egy hosszú távú koncepciót is fogalmaztunk meg a saját értékeink megtartására és azon játékosok felnevelésére, benevelésére a felnőtt csapatba, akik eddig talán egy picivel kevesebb lehetőséget kaptak az első osztályban. Tehát párhuzamos a munka, én nagyon bízom benne, hogy az első évben már sikerül olyan helyen lennünk év közepén, év végén, hogy reális esélyen legyen a visszajutásra, de emellett pontosan ugyanolyan fontos a saját értékeinek a megőrzése is. A csapat augusztus elején kezdte meg a felkészülést a 2023-2024-es idényre az új vezetőedző Horváth Ákos irányításával. A tréner úgy látja, bizakodásra ad okot, hogy kiváló összhang alakult ki a játékosok között. Egységesnek tűnünk nagyon, és annak ellenére, hogy tényleg nehéz ellenfeleket válogattunk itt az elején, tehát nem abból áll, nem egy diadalmenet itt a felkészülés, mert nem is ez volt a cél. Nagyon pozitívak, veszik alapot, jók az edzések, és jók így a felkészülésnek minden pillanata. A kék cápákhoz egy év fóti kitérő után tért vissza Bús Iván. A 30 éves irányító szerint a felkészülés eddigi tapasztalatai alapján a csapat fizikálisan és taktikailag is a legfelkészültebbek között lesz a másodosztályban. Nem volt tervben a visszatérés abban a tekintetben, hogy nem szerettem volna már átcsoportba kosárlabdázni, ezt már említettem korábbi interjúkban, de a sajnálatos tény az, hogy kiestek tavaly a fiúk. Moha megkeresett, én meg mindenképpen szerettem volna visszajönni, segíteni a másodosztályban. Alaposan ki is terülődött a csapat, de egy nagyon jó brigád gyűlt össze. Ez eleve már a társaságnak a 90%-át ismertem, vagy közvetlenül csapattársként, vagy ellenfélként, vagy utánpótlás válogatottból voltunk csapattársak, úgyhogy nem volt ismeretlen abszolút, de első héten már látszott, hogy mindenkinek jó mentalitása van, éhesek a sikerre, és nagyon jól elkezdtünk dolgozni, és még nagyon sok munka áll előttünk, de szerintem még van időnk. A felkészülés szerves részét képezi a mostani hétvége is. Pénteken és szombaton rendezik meg a Sitkó Ernő emléktornát a Continental Arénában. Pénteken 4 órától a Deac és a Kecskemét mérkőzik meg egymással, majd a megnyitót követően este 6:30-tól lépnek pályára a nyíregyháziak a Budapest Honvéd ellen. Szombaton délután 13:30-kor rendezik meg a bronzmérkőzést, majd 4 órakor a döntővel és az azt követő eredményhirdetéssel zárul a Sitkó Ernő emléktorna. Véget ért a 22. Vidor Fesztivál, a legjobb nagyszínpadi vígjáték a Miskolci Nemzeti Színház produkciója, a miniszter félreléplett, a legjobb kamara előadás díját a Nézőművészeti Kft. Lénen Szépe című előadás kapta. Az életmű díjat Molnár Piroska színművész veheti majd át. A fesztivál 8. napján a kamara színpadon Edward Olby 3 magas nő című darabját láthatta a közönség. Az izgalmas történet 3 különböző korú nőt mutat be, akikről később kiderül, hogy valójában csak egy nő élete pereg a szemünk előtt.
A legidősebb hölgyet Hegyi Barbara alakítja. Talán az a rálátás, amit mondjuk a 81 éves énem, illetve az 50 éves énünk gondol arról, hogy igen, ezt gondoltam 26 éves koromban, és mennyire másképpen történt az egész. Ez mindannyiunkra jellemző szerintem, mert mindenkinek a civil életében volt egy elképzelése 26 éves korában, hogy mi fog történni. És lehet, hogy az idősebb, nem az énem, mert az, ugye, az fura lenne, de hogy a rokonok próbáltak mesélni arról, hogy milyen az idősebb korban, hogy ez hogy fog elmúlni, és nem vagy mindig ennyi idős, és nem vagy mindig ilyen friss ropogós. Csak annak mondom, aki nem ismerkedni csonkolok, Oszkár tiszteleten, szavaz Szilvie korát! A zárónapon Túróci Szabolcs adta elő Bödöcs Tibor, meg se kínáltak című kocsma áriáját. A főhős Magyar Oszkár világa Keresztes Tamás rendezésében elevenedik meg. Nem a reményszínházat csinálom, hanem az ember színházat, ami azt jelenti, hogy aki letagadja azt, hogy egy életben csak szép van, és nincs fájdalom, nincs halál, nincs kétségbeesés, akkor az hazudik az életről. És én ezért gondolom azt, hogy ez mindenféle aspektusát megmutatja ez a darab ennek a karakternek, és hát az elmúlt szomorú 30-35 év Magyarországon. A Vidor Fesztiválon 26 előadáson 11 ezer néző tapsolhatott. Talán minden idők legerősebb versenyprogramja állt össze. Nehéz dolga volt a zsűrinek a legjobb előadás kiválasztásánál, de talán az összes többi kategóriánál. És a visszajelzések alapján olyan előadásokat láthattak a nézők, ami egyáltalán semmi hiányérzetet nem keltett bennük. Szombat éjjel a Hegedűs D. Géza vezette öttagú zsűri meghozta a döntést. A legjobb rendezésért járó díjat Szabó Máté, a Szolnoki Szigligeti Színház a Fösvény című előadásáért kapja. A legjobb férfi főszereplő Kern András lett, a legjobb női alakításért járó díjat pedig Hernádi Judit veheti majd át. A díjakat a győztesek a saját színházukban kapják meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Folyamatosan érkeznek a háború és a sorozás elől menekülő fiatal férfiak Ukrajnából Magyarországra. Általában a zöld határon lépnek be a vármegyébe, ahol a rendőrség és a karitatív szervezetek segítenek nekik. Lónyánál is nagyon sokan lépnek be illegálisan Magyarországra. Azért használják a zöld határt, mert a hatályos törvények szerint a katonakorú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát a háború miatt. Akik a legális útvonalat használják, azoknak gyakran 5-6 órát kell várakozniuk a határon. Honvéd kadét programmal bővül az újfehértói Kossisz Szent István gimnázium képzési kínálata a következő tanévtől felmenő rendszerben. A Magyar Honvédség és az intézmény múlt csütörtökön írta alá képzési szerződést, amely szerint a honvédelmi ismeretek mellett a hazafias nevelés áll majd a középpontban. Az elmúlt hetekben szinte nem telt el úgy nap, hogy ne jött volna hír szénmonoxid mérgezésről. A nyári időszakban a vármegyében 17 ilyen riasztást kaptak a tűzoltók. A szakemberek azt javasolják, hogy még a fűtési szezon beindulása előtt mindenki ellenőriztesse a fűtőberendezéseit. Szeptember 5-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este pedig ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka derült idő várható a vármegyében, az előrejelzések szerint sehol sem lesz csapadék, a hőmérséklet 13 és 16 fok között alakul. Szerdán napközben marad a derült napos időjárás, a hőmérséklet délután 23-26 fok között alakul. A hét további részében marad a késő, nyárias, meleg idő, csapadék nélkül.